Károly Walesi herceg Székelyföld szeretette közismert. Majd 20 éve minden évben meglátogatja vidékünket. A korlátozások hosszú idő után idén először nem teszik lehetővé, hogy itt töltse vakációját. Ő királyi felsége szerint eljött a tökéletes pillanat, amikor újra felfedezhetjük a szülőföld szépségeit. Károly herceggel együtt arra biztatok én is mindenkit, hogy ebben az időszakban keressük azokat a kirándulási és vakációzási lehetőségeket, amelyek közelebb vannak otthonunkhoz. Ezúttal családok megélhetése is múlik azon, hogy a belföldi kirándulás mellett határozzuk el magunkat. Fedezzük fel újra gyökereinket. Merítsünk erőt az ismert és kevésbé ismert látnivalókból. A székelyföldi vendéglátóhelyek, panziók, turisztikai szolgáltatások a járványügyi előírásoknak megfelelően biztonságosan üzemelnek. Látogassuk meg kedvenc kirándulóhelyünket, hogy próbáljuk ki valami újat. Patanjunk elektromos biciklire a Gyilkostónál. Vagy nézzük meg az évezredes Szent János templomot Csíkdelnén. Ismerik a Kőrispataki Szalmakalap Múzeumot? Ha nem, álljanak meg ott egy pihenőre. Háromszéket biciklin is be lehet járni a Sepsi zöld úton, ami Kálnokon és Köröspatokon is áthatott, és a helyi látványosságok, a természeti, valamint kulturális értékek az egészséges életmód népszerűsítéséért született. Ha nem ismeri a Homorod-Szentpáli Sóskutat, nem járt még a Csernátoni Haszmann-Pál Múzeumban, esetleg Miklósváron, a kastélyban berendezett Erdély Élet Múzeumában, itt a lehetőség. Sétáljunk egyet a szürke sziklákat évezredek óta formáló, alakító patakvíz most a Varjas szorosban, vagy látogassuk meg Benedekelek apó mesés emlékházát Kisbaconban. Vegyük nyakunkba Erdélyt, hisz itthon is rengeteg a felfedezni való.